Vajdaságban az elmúlt 24 órában az eddigi legtöbb fertőzöttet regisztrálták összesen 162-t, ebből 79-et újvidéken. Emiatt a Székvárosban további szigorításokat terveznek bevezetni, jelentette be Igor Mírovics. Ami a teszteléseket illeti, sokat dolgoztunk az elmúlt hónapokban, és sikerült újabb olyan egészségügyi felszereléseket biztosítanunk, amelyek elengedhetetlenek a PCR tesztek elvégzéséhez. A tartományban ezzel összesen 8 helyen végezhető el a PCR-teszt. A Vajdasági Közegészségügyi Intézeten és a Vajdasági Klinikai Központon kívül Zomborban, Nagybecskereken, Szabadkán, Pancsován, Nagykikindán és Mitrovicán is. Az eredményekre pedig nem kell 24 óránál többet várni. A Vajdasági Klinikai Központban jelenleg 254 koronavírusos beteget ápolnak, ebből 19-en vannak lélegeztetőgépen, közölte a tartományi kormányfő. 161 beteg újvidéki, de a tartomány más részeiről is érkeztek fertőzöttek. A kérdésre, hogy miért nem teszik hivatalosan is közzé a fertőzöttek számát, községekre lebontva, Zorán Gojkovics tartományi egészségügyi titkár azt válaszolta, hogy ha közzé tennék az adatokat, akkor az emberek elindulnának azokba a városrészekbe és községekbe, ahol kevesebb a fertőzött, és ezáltal a vírus az elszigeteltebb közösségekbe is bejutna. Vajdaság összes községében és körzetében vannak koronavírus fertőzöttek, ezért mindannyiunknak úgy kéne viselkednünk, mintha fertőzöttek lennénk, hogy lassítsuk a vírus terjedését. A települések közötti ingázásokat csökkenteni kell, így lassulna a vírus terjedése, hangzott el a sajtótájékoztatón.